okunk van komoly veszélyeket felfedeznünk országunk határainál. Át kell vészelnünk és győztesen kell kikerülnünk az előttünk álló nehéz évekből. Veszély akad szép számmal. Keleten dörögnek az ágyuk és pusztít a háború, nyugatról pedig megszámlálhatatlan mennyiségű fegyver áramlik a frontra. S ha ez nem lenne elég, Európát a mi határainknál délről illegális migránsok 10 és 100 ezrei ostromolják, felfegyverzett csoportjaik járják a vidéket. Ideje hát feléleszteni magunkban a katona szellemet. Nem dughatjuk struc módjára a homokba a fejünket. Szembe kell nézni a valósággal. Ha így megy tovább, a szankciók megrendítik Európát. A kontinens gazdasága féltérden, az emberek megélhetése veszélyben, és úgy tűnik, elhúzódó háborúra kell berendezkednünk. Nekünk magyaroknak nem háborús héjákra van szükségünk, hanem ütőképes, békét garantálni tudó, elrettentő erejű hadseregre. Ma esküt tett közel 250 önkéntes katonai szolgálatot vállaló fiatal, ami önmagában elég ok az örömre. Ebből kéne még néhány zászlóanyi. Könnyebben mennének a dolgok. De a mai nappal lépnek szolgálatba a Lynx csapatszállító járművek, és így a magyar hadsereg fejlesztés egy fontos mérföldkövét is megünnepelhetjük. Isten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt, sok erőt és jó egészséget kívánok Önöknek!